Vezettek be szigorításokat a Bóbita házba a jelenlegi vírushelyzet miatt? Igen, figyeljük a mindenkori kormányrendeleteket, illetve az ehhez kapcsolódó, a járványhelyzethez kapcsolódó előírásokat, nyilatkozatokat, az operatív törzs bejelentéseit, és mindig annak megfelelően járunk el. A jelenlegi szigorítások azt jelentik, hogy csak az akadálymentes ajtón keresztül lehet bejutni az intézményünkbe. Ott felállítottunk egy készfertőtlenítő állomást. Minden érkezéskor hőt mérünk minden intézménybe belépőnek, és csak azok az érkezők tudnak bejutni az intézménybe, akiknél a megfelelő értéktartományon belül vagyunk. Természetesen minden hozzátartozó minden nap nyilatkozik afelől, hogy legjobb tudomása szerint nincs olyan tünete, betegsége, amely a közösségből való kizárást, illetve a fertőzést elősegíteni, nem tartózkodott olyan személy közelében, akiről tudható, hogy COVID-vírussal fertőzött. Igyekszünk a távolságokat megtartani a Bóbita házon belül, amennyire ez lehetséges. Igyekszünk a kézfertőtlenítésre, a kézmosásra még nagyobb hangsúlyt fektetni, mint eddig. Illetve minden Bóbitának vásároltunk olyan maszkokat, amelyek különböző mintákkal, színekkel vannak ellátva. Minden Bóbita választhatott magának kettőt, ami az ő lelkének a legmegfelelőbb, ezzel igyekszünk motiválni őket a maszk használatára. Természetesen ez nem mindig jön be, hiszen egy autista félnek, egy halmozottan sérültnek nem mindig elviselhető a maszk, mint ahogy egyébként egy egészséges embernek sem mindig, de igyekszünk azért arra rávezetni és motiválni a Bóbitákat. Nekik ajánlott a maszk, az intézmény dolgozóinak kötelező, ezért igyekszünk arra motiválni őket, hogy amikor csak lehet, amikor tudják, amikor el tudják viselni, akkor legyen rajtuk. Hát ez néha sikerül, máskor nem. A fejlesztések a Bóbita házban ugyanolyan rendszerességgel működnek tovább. Természetesen a Bóbita ház az újranyitás óta, hiszen ugye mi már voltunk zárva abban a szakaszban, amikor a COVID megelőzés volt, abban az újranyitás óta ugyanolyan intenzitással megyünk és foglalkozunk a halmozottan sérültekkel. Igazából mi minden nap nyitva vagyunk, hétfőtől péntekig, minden reggel ugyanolyan szeretettel várjuk a Bóbitákat, és az egész napos tevékenység, a fejlesztő tevékenységek, a terápiás foglalkozások, a szinten tartó foglalkozások ugyanúgy mennek tovább. Mi van azokkal, akik nem mernek eljárni a fejlesztésekre? Velük is folytatják tovább ugyanúgy a munkát? Igen. Vannak olyan szülők, illetve van olyan hozzátartozó, aki jobban félti a családtagját, a halmozottan sérültet ebben a mostani COVID helyzetben, ami teljesen érthető. Hiszen sok fogyatékkal élő egyéb krónikus betegségekkel is küzd, és ilyenkor nyilván nagyobb a veszély, tehát nagyobb odafigyelést igényel. Viszont az ő ellátásukat sem hagyjuk el, és nem hagyjuk magukra sem a Bóbitát, sem a családot, sem a hozzátartozót. Azok a hozzátartozók, akik ilyenkor nagyobb stresszben, nagyobb félelemben élik a napjaikat, azoknak igyekszünk több beszélgetést biztosítani, akár telefonon, akár személyesen. Igyekszünk nagyobb teret adni a meghallgatásnak, mert ez sokszor elég. Igyekszünk lefordítani az operatív törzs bejelentéseit, hogy ez a hétköznapokban az ő életükben konkrétan milyen tevékenységet jelent, milyen minőséget kell vagy lehet élni a viszonylag zárt helyzetben, illetve ahol kell, ott fejlesztő feladatlapokat fénymásolunk, vagy állítunk össze speciálisan egy-egy Bóbitának,
és addig, amíg édesanyja hozzátartozó úgy érzi, hogy most nem szeretné a Bobit a házba, közösségbe engedni az ellátottunkat, addig otthon sem maradjon ellátatlanul. Ezeket a speciális kiszínezőket elkészítjük, sokszorosítjuk, és rendszeresen visszaellenőrizzük, hogy megvan, hogy jól csinálta-e, és arra építve kap egy következő csomagot. A jelenlegi helyzetben van lehetőség arra, hogy jelentkezzenek a Bobita házba, vagy jelenleg még nem vesznek fel új tagokat? Nincs kormány által kimondott létszámstopp a Bobita házban. Ennek köszönhetően van egy új ellátottunk is, aki október elején töltötte be a 18. életévét, már nem oktatási intézmény tagja, és felvételt nyert a várólistáról az intézményünkbe. Az ő beszoktatása folyamatban van. Egy autista fiúról beszélünk, akinek nem egyszerűek a mindennapjai, nyilván a saját maga számára sem, a családtagjai számára sem, akiknek dolgozni kell menni, és addig, amíg édesanyja, édesapa a munkahelyén teljesít, addig ez a fiú nálunk van, és igyekszünk úgy beszoktatni őt, hogy ez a fajta beszoktatás ne a járványról szóljon számára, hanem találjuk meg azokat a módszereket, amivel megtanuljuk egymást, hisz neki is tanulnia kell a csoporttársait, az intézmény dolgozóit, a napi rendet, az épületet, az ott tapasztalható szagokat, színeket, és nekünk megtanulni kell őt, mert nem nagyon beszél, mert nem tudja elmondani, hogy mi zajlik a buksiában vagy a szívében. Tehát még tanuljuk egymást, de szerintem nem lesz gond. Tehát igen, tudunk felvenni új tagot, természetesen ez a várólistától függ, illetve attól, hogy 15 fő az engedélyezett férőhelyszám, tehát azért megvan az, hogy ettől mennyire lehet eltérni, mennyit engednek az előírások. A bóbitások hogyan élik meg ezt a vírushelyzetet? Valójában azt hiszem, mindegyikőjük másképp. Van, aki egyáltalán nincs is tudatában a vírus helyzetnek. És van olyan, aki majdnem pontosan követi az operatív törzs bejelentéseit. Nem mondom, hogy a számadatokat is, de úgy nagyjából a helyzet hangulatát azért mindenki leveszi. Tehát igen, látják azt, hogy maszkolunk, látják azt, hogy óvatosabbak vagyunk, az előbb említett szabályok nyilván mindenkit érintenek ott a Bobita házban is, otthon is, de a nagy megélések azok nálunk elmaradnak, tehát nincsenek drámák, nincsenek tragédiák. A COVID magyarországi megjelenése óta nem volt beteg ellátottunk és dolgozónk sem, és még tüneti történetek sem voltak. Tehát ezzel nem kellett szembesülnünk, bízom benne, hogy ez így is marad. Így aztán, ha valamit nem él meg egy halmozottan sérült, vagy súlyos értelmi sérült ember, ha nincs közvetlen megélése, tapasztalása, akkor annyira nem érinti meg. Tehát ha valamiről csak beszélünk, az egy másik dolog, mintha benne vagyunk. Ez minket elkerült, remélem így lesz a jövőben is, ezért valójában ők inkább csak a szabályok betartását és betartatását élik meg, de maga a járvány történetet nem. Milyen okból látogattak el a pétfürdői közösségi házba? Hát pétfürdőre amúgy is nagyon szeretünk jönni, valahogy ugye vannak pétfürdői ellátottaink, pétfürdői bóbiták is, és mindig egy kicsit hazajövünk ide is. A művelődési házban ugye akadálymentesített épület, nagyon jól működő lift van, nagyon kedves a személyzet, és ide akárhányszor jövünk kiállítás miatt, vagy bármi program miatt nagyon szívesen jövünk, mert szívesen fogadnak minket. És a
az itteni kiállítás Buzásiné Ani anyagából, illetve az ő fia fényképei nyomán, ez nagyon közel áll a mi lelkünkhöz. Ani többször is járt nálunk a Bóbita házban, és azt a technikát, amivel ő dolgozik, megpróbálta megtanítani nekünk, a bóbitáknak. És hát kisebb-nagyobb sikerrel, de születtek eredmények, a szívecskék nagyon, nagyon tetszetős darabok a bóbitáink számára, illetve még kávés csészét is készítettünk Ani vezényletével és hatható segítségével. Úgyhogy valójában mi már úgy jöttünk Ani kiállítására, hogy ismertük őt, a bóbiták pontosan tudták, hogy kinek a munkáit jövünk megtekinteni. Emellett nagyon fontosnak tartom azt, hogy ugye az imént említettem, hogy maga a vírus megélése a bóbiták számára nem élő, nem igazi. Viszont a hangulat leképeződik mindannyiunkra. És az utóbbi hónapok hangulatába el lehet fáradni, ezt mindannyiunk nevében mondhatom. És ez a színes, és kedves, és tündéres, és angyalos, és mókuskás, sünis munka kiállítás, amit Ani ide összerakott nekünk, ez egy picit megszínesíti a hétköznapokat, egy kicsit emeli a lelket, egy kicsit visszahoz abból a régi világból, amikor még nem volt Covid, és nem kellett félni, és akkor mentünk, és oda mentünk ahova, amikor szerettünk volna, és nem volt ennyi szabály és megszorítás. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egy lélekemelő történet, amit itt láthatunk. Még milyen programokat terveznek a bóbitásokkal a közeljövőben? Rendszeresen igyekszünk megtartani az aktivitásunkat, természetesen a szabályok betartása mellett, tehát pár napja jártunk Várpalotán a Halloween kiállításon, ami egy családi ház pincéjében került berendezésre, fantasztikus hangulatú volt, és nagyon érdekes volt megélni a súlyos sérültek félelmeit, hogy hogyan adják ki azokat a hangokat. Ugye teljesen más az ő megijedésük, mint mondjuk egy épp emberé, teljesen más nyilván a feldolgozás is, úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt mindannyiunknak, maga a kiállítás is, meg ahogy a bóbiták reagáltak rá, ezt napokig hoztuk még, az intézményben dolgoztunk ezzel, minden olyan kiállításra, rendezvényre, programra ellátogatunk, ahova mi akadálymentességgel el tudunk látogatni, és igyekszünk az aktivitásunkat megtartani. Természetesen most elkezdődik az adventi ünnepkör lassan, tehát most az ősszel dolgozunk, aztán az adventi ünnepkör, a Mikulás és a karácsony érkezik, tehát a közeljövőben ezek azok a tevékenységek, gondolatok, amik mentén fogunk haladni a Bóbita házban a foglalkoztatással, ezeket nem szabad, hogy érintse a járvány. A Mikulást nem támadja a Covid, és jön hozzánk, és mi sok szeretettel várjuk, és motivációs levelet írunk a Mikulásnak, és ígéreteket teszünk, amelyek nagyon fontosak számunkra, hiszen a gyógypedagógiai módszerek között ez egy nagyon erős motiváció, hogy mit ígértem a Mikulásnak, és azt hogyan tudom betartani.